4 forduló van még hátra az őszi szezonból, így a válogatott meccsek miatti szünet jól jött a csapatoknak az őszi hajrá előtt. A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 1-1-es döntetlent játszott Pakson, a Debrecen pedig hazai pályán szenvedett 6-1-es vereséget a Ferencvárostól. A tabellán mindössze 1 pont választja el a két csapatot, Lohi 15, a Várda pedig 14 pontot szerzett, igaz, a debreceniek egy meccsel kevesebbet játszottak. Dajka László, a Kisvárda vezetőedzője bízik abban, hogy megszerzik a 3 pontot. Az elmúlt bajnoki fordulóban még ha talán egy-két lehetősége, több helyzete is volt a Paksnak, de hát azért a vezetést megszereztük, és nem lett volna szabad utolsó utáni percben egyenlítő gólt kapni. Tehát nincs más célunk, mint itthon tartani a 3 pontot a Debrecen ellen. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzésünk lesz, nem igazán foglalkozunk mi a Ferencváros elleni 1-6-tal, amit játszott a Debrecen csapata. Ez egy másik mérkőzés lesz. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy nekünk mindent el kell követni ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ahhoz nekünk taktikusan, okosan kell futballoznunk, mert az igazság, hogy a Debrecennek megvannak azok a játékosai, akik tudnak dönteni mérkőzéseket. Debrecenben a Fradi elleni súlyos vereség után a játékosok lelkével is foglalkozni kellett, de Herceg András már előre tekint. Jó mérkőzést várok, hiszen a Kisvárdát én azt gondolom, hogy nagyon jó játékosok alkotják, és csapatként is jól funkcionál. Ugye az első találkozóta azért változott a edzői stáb, így változott a csapatnak a stílusa is, tehát abból az első mérkőzésből hiba lenne kiindulni, egy más mérkőzést várok. Ugye hát a tavalyi évben azért a Kisvárda okozott nekünk kellemetlen perceket, most ezt szeretnénk elkerülni. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Paks, Molfehérvár FC Puskás Akadémia, Mezőkövesd Kaposvár, Újpest Diósgyőr és Ferencváros Zalaegerszeg.